Bizonyára hallottál már róla, hogy léteznek olyan pszichológiai technikák, amikkel minimálisan, de befolyásolhatóak az emberek döntései. Ezek a technikák persze kicsiben is léteznek, hogy a mai mutatványomban ezzel fogok kísérletezni, méghozzá sikerül-e rávenni az utcán megállított arcokat, hogy egy kártyapakliból véletlenszerűen a megfelelő lapokat válasszák majd ki. Nézzétek meg! Legyen egy kártyatrükk. Anya, leteszem ide a kártyapaklit, és arra kérlek, hogy a csomagnak kb. A felét emeld le, és tedd ide a kezembe. Nem kell halálosan a felét, csak úgy kb. A felét. A másik felét ugyanígy fogd meg, és majd egymás tükörképei leszünk a mutatványban, jó? Arra kérlek, hogy nyisd így szét a paklit, és véletlenszerűen egy lapot a többi közül így tolj ki. Szuper. Én elveszem a te választott lapodat, te pedig vedd el ezt a kártyát. Mind a ketten kivettünk egy véletlenszerű lapot, ugye? Az lenne igazából most a nagyon érdekes, fogd csak meg így nyugodtan, hogyha ez a két kártya egymás párja lenne, mondjuk a két piros ász. Ez valójában egymás párja lenne, az lenne igazán izgi, mondjuk a két piros ász. De próbáljuk meg azért még egyszer, jó? Mert jobb azért ezt megreszkírozni. Legyen az, hogy válasszunk megint egy véletlenszerű lapot, jó? Ne csak told ki egyelőre, hogy ki tudjuk majd húzni. Aha. Jó, én kiveszem ezt a lapot, te pedig a másik random kártyát. Na figyú, most megint választottunk. Ugye az előbb sikerült a két piros ász megtalálni. Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy a két piros ász mellé sikerült-e mondjuk a két fekete ászt is megtalálni. Mutassuk meg, hogy most sikerült a két fekete ászt is megtalálni. Azért elég jól dolgozunk igen, együtt, igen. Nem? Így kimegtaláltuk a négy ászt egyből, pedig végig szabadon választottál, ugye? Igen. Elmondom, hogy nem, végig irányítva vagy a trükk alatt, ugyanis ebben a pakliba nincs egyetlen egy igazi kártyalap se, csak is, aha, nyugodtan, csak hófehér kártyalapok. Hát de hogy választottam ki ezt? Pont ezt? Ugyanis a pakliba a négy ászon kívül egyetlen egy igazi lap se. Csak sima hófehér lapok, nyugodtan vizsgáld meg a kezedbe is. Jézusom! Köszönöm, hogy megnézted a mai mutatványomat. Ha tetszett a videó, kérlek nyomj rá egy lájkot, illetve ha kíváncsi vagy a további trükkjeimre is, iratkozz fel a csatornára. Persze, ha szívesen kipróbálnád ezt, vagy egy másik trükkömet élőben, dobj egy kommentet ide a videó alá, ugyanis a hozzászólók közül ismét ki fogok valakit sorsolni, akit meghívok a következő epizód forgatására. Én Kis V. Balázs vagyok, és nem sokára újabb trükkkel jelentkezem. Addig is sziasztok!